Köszöntöm a Terézvárosi Magazin nézőit. Önök a Budapesti Rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányság tájékoztatóját, a Terézvárosi Kék Híreket látják. Farkas Piroska rendőrszázados vagyok. Nyomozást folytatunk lopásvétség miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2020. január 11-én délután 1:45 körül a Budapest 6. kerület Balcsi-Zsilinszky út 59 szám alatti üzlet hátsó helyiségében az ott talált kulccsal kinyitotta a páncélkazettát, és abból 84.500 forintot eltulajdonított. Lopási kár összesen 84.500 forint. Az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételt készített. A felvétel alapján az egyik elkövető férfi 25-35 év körüli, sötét rövidhajú, fekete színű kabátot, szürke színű nadrágot, fekete színű cipőt viselt. A másik elkövető férfi 45-55 év körüli, szakállas, barnás színű kabátot, barnás színű sapkát és farmer nadrágot viselt. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyeket felismeri, személyazonosságukkal, felelhetőségi helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Eljárás indult kisebb értékre elkövetett lopásbüntetének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2020. január 23-án délután 5 óra körül a Budapest 6. kerület Terézkör úton található kávézóban a sértett háta mögé rakott táskát eltulajdonította, benne 150.000 forint készpénzével, irataival és egyéb értékeivel. Lopási kár 206.000 forint. A cselekményt a kávézó kamerája rögzítette. A kamera felvételek alapján az elkövető 50 év körüli átlagos vékony testalkatú fekete-szürke sapkát, fekete pulóvert, fekete kabátot, sötét nadrágot és fekete-fehér cipőt viselt. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyt felismeri, személyazonosságával, felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112 központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Nyomozást folytatunk lopásbüntet gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2020. január 17-én reggel 8:50 és 9 óra között egy Budapest 6. kerületi szálláshely étkező részében eltulajdonították a sértett táskáját, benne pénztárcájával, bankkártyájával, készpénzével, mobiltelefonjával, valamint szobakulcsával együtt. Ezt követően a táskában lévő szobakulcsal bejutott a sértett szálláshelyére, és onnan eltulajdonított egy darab nyakláncot, valamint valutát. A kamerafelvételek alapján a táska eltulajdonításában kettő fő férfi vett részt, akik közül az egyik figyelem eltereléssel fedezte társát, majd a táska ellopását követően egy harmadik férfi ment be a sértett szálláshelyére. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyeket felismeri, személyazonosságukkal, felelhetőségi helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra!